valószínűleg eléggé látszik, hogy ugye ezen az oldalán az arcomnak a smink kissé, nem is tudom, hát nem néz ki annyira szépen, mint a másik oldalán az arcomnak, úgyhogy a mai videón azon leszek, hogy a hibákkal teli oldal ugyanúgy nézzen ki, mint a másik, mondjuk hibátlan oldal. Úgyhogy ilyen mindenféle sminkhibák javítása trükköt fogok veletek megosztani, ami így a mindennapok folyamán velem mindig megtörtént, olyanokat tettem bele, ezek inspirálták ezt a videót, és most már így összegyűlt elég ahhoz, hogy csináljak belőle egy videót. Ha veletek is meg szoktak történni azok az események, amik a fejem ennek az oldalán találhatóak, akkor mindenképp nézzétek tovább ezt a videót, mert esküszöm, nagyon hasznos tippek lesznek. Kezdjük akkor a szemeknél. Itt szempilla spirál kis maradványok vannak, itt a felső szemhéjamon, illetve itt oldalt is. Na most, ezt kettőféleképpen tudjátok eltávolítani. Az egyikhez egy puffy ecsetre lesz szükségetek, illetve esetleg arra a színre, amit itt használtatok, de elsősorban egy puffy ecsettel megpróbálom beledolgozni a sminkbe, de mindenképpen úgy beledolgozni, hogy ez nem lesz látható. Tehát látjátok, hogy már tűnik azért el, de ha egy kicsit rá akarunk segíteni, akkor azzal a színnel, ami itt van, még egyszer átmegyünk. És voilà, már el is tűnt. Ami itt van, én úgy szoktam eltávolítani, hogy várok egy kis ideig, addig csinálom a sminkem többi részét, amíg megszárad, ugyanis ilyenkor sokkal könnyebb lesz leszedni. Méghozzá egy sima fülpiszkálóval, nem is kell benedvesíteni. Ilyenkor, amint látjátok, tulajdonképp mondhatjuk, hogy magától le is jött. A lényeg az, hogy várjátok meg, amíg megszárad. A következő hiba az az, hogy itt, ezen a részen, ugye jóval följebb került a szemfesték, tehát nem sikerült rendesen elsatírozni, hanem túlságosan sok festék került az ecsetre, túlságosan fölfele lett satírozva, így nem annyira szép eldolgozott a hatás, mint ezen az oldalon, tehát szeretnénk, hogyha itt a szemöldökök alatt világosabb lenne, nem lenne szemfesték. Ehhez csupán egy korrektorra lesz szükségünk, nem kell nagyon sok, elég egy kevés, és fel fogjuk vinni arra a részre, ahol nem szeretnénk szemfestéket látni, vagy legalábbis nem ennyit, és az ujjunk segítségével fogjuk ezt a korrektort beledolgozni, úgy, hogy nagyjából nagy részt, itt a felső részt dolgozzuk el, és így lefele pedig már csak így inkább húzzuk ezt a korrektort. Már is azért jóval kevesebb festék van ott. És akkor ezt a procedúrát ugye megismétlitek annyiszor, ahányszor szükséges, tehát én most még egy réteget fel fogok ebből vinni. Látjátok, hogy jóval világosabb lett ugye azon a területen, és ilyenkor szintén lehet azt csinálni, hogy azzal a használt színnel átmegyünk még óvatosan. Ilyenkor, ha nem lesz teljesen ugyanolyan, még mindig könnyebb a másikhoz egy icipicit hozzáadni, hogy jobban hasonlítson, mint ugye letörölni mind a kettőt és az egészet előről kezdeni. Ha még mindig van akár egy kis színeltérés, akkor egy világosabb szemfestékkel szintén át tudunk rajta menni, ugyanúgy egy ilyen puffy ecsettel, hogy világosítsuk a színt. Ha szeretnétek, hogy a szemfesték ne nagyon kerüljön ide a cica farok alá, arra is van egy tökéletes megoldás, csak egy nedves törlőkendő kell hozzá. Egyszerűen a cica farok alatt, itt most ugye a cica farok is el van rontva, majd rátérünk arra is, de egyszerűen csak egy erős húz, egyenletes húzással letörlitek alóla a festéket. Ilyenkor csak az alapozós ecsettel vagy szivacssal óvatosan
ütögető mozdulatokkal egy picit azon a részen átmentek, és kész is. Térjünk akkor gyorsan át erre a borzasztó szemtusra, ami ugye több helyen is, itt is, itt belül, illetve a cicafarok sem egy tökéletes cicafarok, úgyhogy most megmutatom, hogy én ezeket hogy szoktam kiavítani. Ahhoz, hogy a cicafarkat itt ugye az a lényeg, hogy lekisebbítsük, hogy minden hasonlóbb legyen a másikhoz, ehhez használhattok vagy nedves törlőkendőt, vagy nedves fülpiszkálót. Én most a nedves törlőkendőt fogom használni, mert a fülpiszkálót majd a másik kis folthoz fogom. Határozott mozdulattal kell, hogy így egy vonalból megoldjátok, mármint egy húzásból, és látjátok, hogy már is kisebb, és addig törölgetitek, ameddig nem lesz nagyon hasonló a másikhoz. Átmegyek ugye a letörölt részen, alapozós szivacsommal. Fogom újra a szemhéjtust, amit használtam, és igyekszem most olyanra húzni, mint a másik. Ezt a belső részben lévő kis foltot is többféleképpen el lehet távolítani. Az egyik, amit ugye már említettem, hogy nedves fülpiszkálóval, de egyébként, amit még én szoktam, az az, hogy korrektort is tehettek, egy ilyen kis vékony korrektor ecsetre, és azt a részt, ahol van ugye ez a kis foltocska, azt csak simán lekorrektorozzátok, és kész. Viszont én most a nedves fülpiszkálós módszert fogom használni, hogy azt is megmutassam, mert a későbbiekben lesz még ilyen korrektoros, javítgatós. Tehát itt is egy határozott mozdulattal próbáljuk, az a legjobb. És hogyha nagyjából lejött, akkor én a száraz részével még így kicsit át szoktam törölni. És akkor ilyenkor természetesen azt a szemfestéket, amit akkor használtunk, felvisszük még egyszer. Ha ez a világos szemfesték rákerül a tusra is, akkor nyugodtan még egyszer át lehet menni rajta. A következő elég gyakori hiba, ami megesik velünk ugye reggel a készülődésnél, hogy felvittük az alapozót, viszont a szemfesték, amit felviszünk, eléggé porzik, így hát lehullik a frissen felvitt tökéletes alapozónkra. Nos, én ilyenkor azt a trükköt szoktam alkalmazni, hogy először is fogom a púderecsetemet, és amit lehet, azt egy nagyon óvatos, nem nyomom rá az arcomra az ecsetet, hanem tényleg egy nagyon óvatos lágy mozdulattal lesuhintom. Ami nem jön le, mert ugye nekem most már egy ideje itt voltak ezek, tehát azért meg is fogták az alapozót. Ilyenkor ugyanúgy fogom a korrektoromat, és tulajdonképp még egyszer korrektorozok a szemem alatt. Ilyenkor már viszont nem kell az ismert háromszög forma, elég csak azon a részen, ahol van a lehullás. És voilà, el is tűnt. Nem tudom, hogy ti ezt most mennyire látjátok kamerán keresztül, de bizony a szemhéjaimon egy fényes szemfesték van, amit elvileg erre a szemhéjamra ecsettel vittem fel, a másikra pedig ujjal, és emiatt ennek, amit ujjal vittem fel, erősebbnek kell lennie. Igen, az ilyen fényes, metálos szemfestékeket, mint például ezek itt, sokkal jobb, ha ujjal viszitek fel, mert sokkal intenzívebb lesz a színe, úgyhogy én most a másik szememhez is ujjal felviszem ezt az árnyalatot. Ezen az oldalon a szemöldökeimet sem sikerült túl jóra megcsinálnom, ugye jóval vastagabbak, mint ezen az oldalon. Alkalmazom a korrektoros technikámat, illetve a vékony, hát kissé hegyes korrektor ecsetemet fogom használni még. Amit ilyenkor tenni szoktam, én itt most fölül húztam meg jobban, hogy itt, hogyha már ugye kivitottam a szemfestéket, ne kelljen újra belemenni, de általában egyébként alulról szoktam vastagabbra húzni véletlenül, de most fölülről mutatom meg, hogy ne romoljon el a már kihavított szemfesték véletlen. Az a lényeg, hogy átmentek rajta egy kis korrektorral azon a részen, amit mégsem kívántok oda, tehát ahol túlhúztátok, és ezzel az ecsettel ezt szépen csak beledolgozzátok. És azért jó, hogy ilyen kicsit hegyes ez az ecset, mert
így éles vonalakat tudtok vele viszonylag húzni. Ha viszont nincs nálatok éppen szemöldök zseli, mert kifogytatok belőle, vagy egyáltalán nem is használtok, ezért néha a szemöldökötök bizony hát elég rakoncátlanul állnak a kis szálak, akkor ilyenkor a nagyon jó megoldás lehet a hajlak. Azt szoktam ilyenkor csinálni, hogyha ki vagyok fogyva a szemöldök zseléből, hogy fújok egy kicsit az ujjamra, összedörzsölöm a két ujjamat, így mind a kettőre kerül termék, és az ujjaim segítségével helyre rakom a szálakat a hajlak miatt, így is fognak maradni egész nap. Egy következő kis hiba, ami bizony ugyanúgy mindenkivel megeshet reggelente, ha túl sok bronzosító vagy pirosító kerül az arcra. Itt jóval kevesebb az ideális, mint ezen az oldalon. Ilyenkor első lépésként megpróbálom egy púderecsettel beledolgozni jobban az alapozóba. Ez van, amikor már segít rajta, viszont ha annyi termék került fel, hogy már ez sem segít, akkor fogom az alapozós ecsetemet. Ilyenkor mindig az ecsetet használom, nem a szivacsot. Nincs rajta alapozó, viszont ezt szoktam használni alapozásra, és nem is teszek rá alapozót, ez nagyon fontos. Vagy hogyha egy tiszta ecsetet használtok, akkor csak egy tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevés alapozót tegyetek rá, azt így dolgozzátok bele, és utána menjetek át rajta. Ez, amint látjátok, segít abban, hogy halványodjon a bronzosító, illetve a pirosító. És el is érkeztünk az utolsó részhez, az ajkakhoz. Hát, látjátok, hogy itt több hiba is van, többek között az, hogy a fogaim rúzsfoltosak. Na most ahhoz, hogy ezt elkerüljük, egy nagyon egyszerű tipp az, hogy megfújjuk az ujjunkat, amit most letisztítok előbb, mert még hajlakos. Megfújjuk a tiszta ujjunkat, és bevesszük a szánkba, majd kihúzzuk. Most ezt megmutatom, mert úgy biztos jobban fogjátok érteni. Látjátok, hogy van rajta egy kevéske rúzsfolt. És ez bizony segíteni fog abban, hogy az ajkunk belsején lévő fölösleges rúzsréteget leszedje, így ne legyenek rúzsfoltosak a fogaink. Ha esetleg viszont az a problémátok, hogy kimentetek az ajkatok vonalából, akkor se aggódjatok, ugyanis a korrektoros trükkel ezt is nagyon könnyedén orvosolni tudjátok. Tehát tesztek egy kis korrektort, nagyon keveset, arra a részre, ahol kimentetek a vonalból, majd fogjátok akár ugyanazt az ecsetet, a korrektor ecsetet, de letisztítjátok, ez fontos, és ennek segítségével ugyanúgy egy határozott, egyenes vonalat húztok. Látjátok, hogy azért még itt rózsaszínes az ajkak alatt, ezt ugyanúgy még egyszer meg fogjuk csinálni, hogy az is eltűnjön, viszont nagyon fontos, hogy ezek között az ecsetet letöröljétek, hogy ne kenődjön tovább a rúzs. Természetesen, hogyha teljesen elkentétek a rúst, és lehetetlennek látszik a korrektorral való kiavítás, akkor nyugodtan használjatok nedves törlőkendőt, töröljétek le, majd azt a részt, amit letöröltetek, alapozózzatok le újra, és kész is. Ez lett a végeredmény. Szerintem jóval jobb lett a végeredmény, mint ahogy kezdődött. Úgyhogy remélem, hogy ti is látjátok a különbséget, és hogy tudtam nektek segíteni ezzel a videóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. A kommentekben írjátok meg, hogy nektek milyen tuti tippetek van a sminkhibák javítására, és remélem, hogy ezeket majd fel tudjátok használni a későbbiekben, amiket én mondtam. Ne felejtsetek el követni Facebookon, Instagramon, mindenféle ilyesmi oldalon, amikhez lent lesz a link az infoboxban. Legyen csoda-csoda szép napotok! A következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!